Kracson Norbert személyében újabb képviselőjelöltet mutatott be Szamos Völgyi Péter, polgármester jelölt. Az elmúlt 4 év során nem csak tapasztalatokra tett szert, hanem elismerésre is, hangzott el a sajtótájékoztatón. Fantasztikus agilitással, rengeteg időt, energiát fordított arra, hogy a választókerületében mindenkinek foglalkozzon az ügyes bajos dolgaival, meg egyáltalán a városban megvalósuló lehetőségek kapcsán is közreműködjön a döntésekben. Ez mind sikerült neki, úgyhogy én tényleg jó szívvel ajánlom majd abba a választókerületbe, abba a választókörzetbe Kracson Norbert képviselőtársamat, jelöltként és képviselőként, amelyikben indulni fog. Én azt hiszem, hogy egybeesik az én, a Fidesz és a választópolgárok véleménye az ő munkájával kapcsolatban. Kracson Norbert az elmúlt választási ciklusban aktívan részt vett a település életében, hiszen a 7. számú választókerület képviselőjeként, az ügyrendi bizottság elnökeként tevékenykedett. Elsősorban köszönhetem, ezt szeretném kifejezni polgármester úrnak, hogy rám gondolta a következő 4 éves ciklusban, és első ciklusos képviselőként úgy gondolom befolyásolt a döntésében, hogy az ott lakók talán kedvezően értékelték a munkámat. Ennek kapcsán elmondhatom, hogy jelentős beruházások valósultak meg a 7. számú választókörzetben, ilyen például a Károly utca lakótelepen a parkoló kialakítása, valamint a közvilágításnak a kialakítása a lakótelep és az óvoda között. Az útfelújításokról is beszélni kell, hiszen rengeteg utca újult meg, így a Vasvári, Árpád, Batthyány és az Arany János utca. El kell mondanom, hogy örömömre szolgált, hogy részt vettem abban a folyamatban, ami ahhoz vezetett, hogy a távhődíjakat Sátorújhely városában jelentősen tudtuk csökkenteni. A képviselőjelölt emellett beszélt azokról a tervekről is, amelyeket a jövőben szeretne megvalósítani. A tervekről röviden talán csak annyit mondanék, hogy a szerencsétlen és sajnálatos események kapcsán mindent el kell követni, hogy a Ronyva árapasztó partján a gát megemelésre kerüljön pályázati forrásból, illetve ennek kapcsán a csapadékvíz elvezetésnek a problémája is előjöttek egy-két helyen, és ezeknek az orvoslását is meg kell oldani, valamint hogyha az útfelújítások kapcsán beszélhetek, hogy a Berecki utcának a felújítása a 4 éves ciklusban időszerűvé válik most már.